Sziasztok! A mai esti újdonság érkezik videóba, azok számára hoztam ö, érdekes órákat, akik egy kicsit romantikusabb lelkületű seiko azonban modernebb ö, órákat kedvelik. Visszakerül a MarineMaster felirat a számlapokra, azonban egy kicsit könnyebben hordható méretben, mint ahogy az az eredeti MarineMaster esetében volt. Hogy mik a pontos paraméterek, mit kell tudni erről az új sorozatról, ezt fogom elmondani a ma esti videóba. Tartsatok ma este is velem, én Lichtenberger Attila vagyok, ez pedig a Seiko Butik Budapestnek a YouTube csatornája. A Seiko és Buvár óra akkor szerintem mindenkinek a Marine Master ugrik be először, az SBDX001-es cikkszámú óra illetve ennek talán a mostani Prospexes érában SLA 021 vagy 023-as néven futó modelljei. Ezek a talán a legikonikusabb Seiko Buvár modellek, és ezek a modellek most megújulnak egy teljesen új sorozatban, aminek a cikk számai SIE 097, 99 és 101 lesz. Ebben a sorrendben jönnek majd a fehér, a kék és a fekete számlapos kiadások, és ezek közül is az első a 100 éves CEICOLOGOS jubileumi kiadás, amely limitált lesz ezer darabban, a másik kettő, a kék és a fekete viszont utána hosszabb ideig is gyártásban marad. Nézzük is akkor rögtön újra, hogy mit jelent az új sorozat, miben változott és miben tartotta meg az eredeti jegyeket. Azt gondolom, hogy a legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy a Marine Master felirat hova kerül a számlapon, és ő nekik a válasz, ez talán egy kicsit váratlanul is, de nem a megszokott alsó felén a számlapnak, hanem közvetlenül a Seiko logó alá kerül, ami azt gondolom, hogy azt erősíti, hogy a Seiko mennyire büszke a Marine Master feliratra akkor is, vagy a Marine Master brandre, akkor is, hogyha ez korábban a Prospex X-ére elcserélte egy időre. Azonban, ahogy a bevezetőben is említettem, ez a sorozat sokkal inkább a modern emberek számára készült, azoknak, akik nem annyira a nagy méreteket kedvelik, vagy esetleg sokkal inkább a hétköznapokban szeretnék hordani a Marine Master modelljüket, és éppen ezért a méretek, azok jelentősen kisebbek lettek, vagy mondhatjuk úgy, hogy a mai trendnek megfelelő méretekhez igazodnak. A kicsit különlegesebb, speciálisabb, nagyobbhoz képest. De vegyük is sorra ezeket a méreteket. Ugye az eredeti Marine Master kiadás az egy 44 mm-es jelentett, ami a mostani új kiadásnál 39,5 mm-re a mostani trendekhez igazodik. A tokfű távolsága ezzel szemben nem ilyen mértékben, csak sokkal kevésbé csökken, a 49 és felesről 47,2-re, csökkent, azt gondolom, hogy ez fogja igazán majd a kényelmes viseletet biztosítani ehhez az órához. A tok vastagság is csökkent, az pedig a 15 pluszról 12,3 mm-re érkezett meg. És hogyha ezeket a méreteket már itt sorba vettük, akkor bizony azt is látnunk kell, hogy a 8 35 ös szerkezet helyett egy kisebb szerkezetre volt szükség, ami ebbe a tokba elfér, azonban hasonlóan magas színvonalat képvisel. Ez az új szerkezet a Hatel 37 névre hallgat, és akik járatosak a szejkóknak a cikkszám kódolásában, azoknak rögtön leesett az elején már a videóban, hogy ez nem egy 8 es szerkezet lesz, hanem egy 6 viszont a 6L-esek között pedig egy 37-es. Mi azokat az információkat kaptuk a gyártól, hogy a jövőben alapvetően ezek a Magasabb szintet képviselő hatelles szerkezetek kerülnek majd leginkább beépítésre, ezért is fejlesztettek ezen a szerkezeten, és bár eddig nagyon kevés ilyen modell jelent meg, és ahogy láthatjátok is, az SIE cikkszám most lépi még csak át a százat, a jövőben ezek sokkal nagyobb számosságban fognak megjelenni. Az órának a fizikai paramétereink kívül a vízállósága is csökkent, hiszen egy hétköznapokban használt órának nincs szüksége 30 város vízállóságra, ennek ellenére azért a diversességhez a 20 bár dukál, és így ennél a modellnél is a 20 báros vízállóság lesz. Az óra fizikai paraméterei után megfordítom virtuálisan az órát, és a hátlap felé fordulok, mert azt gondolom, hogy minden óra kedvelő számára egy nagyon pozitív hír lesz az, hogy ennél a modellnél a 20 város vízállóság ellenére egy üveges hátlap ö, kerül beépítésre, természetesen menetes hátlapról van szó, és ezen az üveg hátlapon keresztül látható lesz a nagyon szépen kidolgozott hatelles szerkezet. Ez korábban nem volt így, a legtöbb buvár óránál, a Seiko nál egy tömör ö, nemes acél hátlap van, itt azonban végre ez kinyílt, és ezen az üveghátlapon még a nagy hullám is látható lesz. A fizikai paramétereket követően pedig lépjünk tovább a design irányába, és akkor a design tekintetében vegyük észre azt, hogy a Marine Mastereknél használt pötty index helyett most itt egy téglalap alakú indexek kerülnek beépítésre, és még egy nagyon fontos látványos része az órának, ami megváltozott, az pedig a csat kialakítása. Ezen az új sorozaton egy öt tagú csat került beépítésre, amelyek közül a második és a negyedik csatszemek vannak fényesre polírozva. Az én személyes észrevételem az, ezzel kapcsolatban, hogy ez egy kicsit elegánsabbá teszi ezt az órát, ezt a sorozatot, és talán a hétköznapi jobban passzol, mint hogyha ez egy hagyományosabb három szemes lenne, ami inkább egy kicsit a sportosságot jelképezi. S végül még egyszer akkor nézzük végig a, a számlap dizájnt, a színeket, és hozzá párosítva a cikk számokat. Tehát, ahogy említettem, az SIA 097-es, a limitált kiadás lesz a világos számlapos, ahol a fehér és az ezüst színű viszintes csíkok váltják egymást. Ezt követi a leginkább ikonikus világoskék kék, Marine master világos 99-es, majd pedig a 101-es lesz az, ahol a fekete számlapoz már fekete lünetta is párosul, ő zárja ezt az elsőként megjelenő sorozatnak az utolsó modellje. A modelleknek az árai egységesen 1 millió 300 000 forintra várhatóak, és az első modelleknek a megjelenése ez valamikor december második felében, vagy akár január legelejére Teszem. Ezek a modellek természetesen csak a legmagasabb kategóriás Seiko partner üzletekben érhetőek el, mint ahogy a Seiko butikban is. Ha szeretnétek valamelyik modellt megrendelni, akkor a mai naptól erre már van lehetőségetek, különösen a limitált esetében érdekes ez a kérdés, hiszen ez amennyiben elfogy, akkor nem biztos, hogy további darabszámokat fogunk tudni szerezni. Ha bármi kérdésetek felmerülne, akkor akár a Seiko Club applikáción keresztül, akár e-mailben vagy telefonon keressétek kollégáimat, minden kérdésre készséggel és gyorsan igyekszünk válaszolni. Köszönöm szépen, hogy ma este is velem voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, eddig nem tettétek volna meg, vagy pedig a kis a YouTube számára is jelezzétek, hogy szeretnétek értesítést kapni a következő videóról. Várlak titeket pénteken már Andrással közösen a szokásos esti 7 órás kezdéssel. Sziasztok!